Fedett pályás döntő 2014. A felnőtt lovasok döntője következik. A mezőnyben 20 lovaglást láthatunk. Itt az első páros, aki volt országos bajnok a militári szakákban. Lendiche Európa-bajnokságon képviselte hazánkat, és eredményes az A-kategóriás versenyeken. Az első induló a Frederic Merano egyszármazású PM Focus nyergében Babó Szilvia. Kedves nézőink, a fedett pályás döntő itt a Nemzeti Lovardában 140 cm-en most kezdődik. Babó Szilvia PM Focus-szal a pályán. Ennek a lónak az apja Frederic, az ellenfélnek lova. 20 éves a ló, és az elmúlt évtized egyik legeredményesebb, vagy talán lehet mondani, hogy legeredményesebb magyar ugrólova. Babó Szilvia, aki korábban a militári szakággal foglalkozott elsősorban, és most már lassan 2 éve az Ervent lovas, és nagyon eredményesen megy ezzel a PM Focus-szal. Nem könnyű a Kanádi László által épített pálya, mindjárt megnézzük, hogy milyen feladatok várják a lovasukat. Az első ugrás egy oxer, aztán jobb kézen megy tovább a lovas a kettes számú kőfalhoz. Viszonylag hamar jön az első összetett ugrás, egy kettes ugrás, az Alpenspán, triple bar meredek, 2 vágtaugrás, utána szűk 7 vágtaugrásra Budapest Grand Prix oxer, ez is leesik. Ezután jön a kazáti meredek akadálya, szűk 7-re egy oxer, 6-ra lovagolta meg. 2 kettes ugrás várja a lovasokat, meredek, 1 vágta oxer, 4 vágta, oxer, 1 vágta meredek, utána a 9-es számú vizestálcás meredek, 5 vágtára oxer, és 6 vágtára meredek, 24 hibapont. Jön a második induló a felnőtt döntőben, 20 hibapontot hoz a páros. A Conner Cascavel származású Agropoint Contaro 2. A nyerekben az Ébrejsztorfi CS-in versenyszámot nyert Bene Balázs, Hungária Lovasport Egyesület. Bene Balázs, aki elsősorban a Georgies lovakat lovagolja, ment a korosztályos döntőben, a korosztályos lovag döntőjében is. Ez a Contaro 2 egy villámgyors ló, nem a legkönnyebb lovaglású abból a szempontból, hogy szokása az, hogy néha visszarúg a csizmára. Villámgyorsan tudja lovagolni Bene Balázs, hát itt a 20 hibapont a felnőtt döntőben egy picit sok, de nyilván egyrészt szeretne a lovas egy szép döntővel búcsúzni a fedett pályás szezontól, másrészt pedig erre abszolút képesek is. Ott láttuk, hogy egy picit odarúgott a ló. Szerencséje van a 4-es számú oxeren. Jön a kazáti meredek ugrás. 6 vágtára jön. Úgy tűnik, hogy főleg ezt az opciót fogják választani majd a lovasok. 2 kettes ugrás. 8 hibapontnál jár. Sűrű pálya, folyamatos feladatokkal. És ott egy ellenszegülés. Itt nem tudta eldönteni a lovas, hogy pontosan milyen megoldást válasszon, és annak az akadálynak a nehézség, hogy egyrészt a sarok felé kell ugrani, másrészt íven kell meglovagolni. Ez a 140 cm-es meredeket most teljesítette, 15 hibapont összesen. Harmadikként a pályán a Koppány Orosháza hatfi származású Gordon nyergében Biharvári Attila a páros, a Kaposvári Mesterek tornája nagydíj 4. helyezettje. Most 17 hibaponttal kezdik a döntőt. Lovagolt korosztályos Európa-bajnokságokon Biharvári Attila. Krucsofi vérek voltak a BNH istáló első lovasai, ők a 90-es években nagyon komoly fiatal lovakat vettek, és sok nemzetközi versenyen vettek részt, felépített lovak egészen a CSI
O Nemzetek Díja versenyig képviselték hazánkat, Carrado például, illetve többek között. Koppányapaságuló. És ebben a szezonban úgy tűnik, minden esély megvan arra, hogy visszanyerje a régi formáját Gordon. Nagyon tehetséges lovas, Biharvári Attila, saját lovaikat lovagolja. Hét vágtok, de picit alatta volt a ló. Az, hogy tartott, hogy szűk hét vágta ugrás. Nem csak ez az egyetlen nehézség ennek a vonalnak, hanem az, hogy a 8-as B eleme egy picit belóg az útvonalba, viszonylag későn látják meg a lovak a Budapest Grand Prix Oxert. Eddig hiba pont nélkül jön. 3 akadály van hátra. Nagyon jól lovagol. És a 6 vágta ugrás az utolsóhoz. 4 hibapont, 64-62, összesen 21 hibapont a fedett pályás döntőben Biharvári Attila eredménye Gordonnal. 5. jön az a lovas, aki edzőként az év edzője lett 2012-ben és 2013-ban a Kiskunhalasi LTSS színeiben. A Stauffenberg Le Matin származású Le Royale-lal Füzér Gábor 16 hibaponttal kezdi meg a döntőt. Füzér Gábor az ő tanítványa, Venhat Virág, aki megnyerte a Gyermek Európa bajnokságot idén. Ezt a lovat, Le Royale-t, az a Szentirmai Péter tenyésztette, akit 3 lóval is láttunk tegnap a fiatal ló a 6 éves döntőben. Stauffenberg, az apa, itt a Budapesti Lovasklub színeiben versenyzett elsősorban, egészen Nemzetek Díja szintig, illetve CSIO nagy díj szintig, és Le Matin, amely volt helyezett a Fiatal Lovak Világbajnokságán, és aztán Cser Attilával és Németh Istvánnal volt sikeres hazánkban. Ez az anyai nagyapa, egy nagyon szép mém volt Le Matin. Triple bar. Korán a kettesugrás, de egy barátságos kettesugrás a triple bárral és 2 vágtára a meredekkel. Nagyon jól ugrik Le Royale. Tehát korán sincs vége a pályának. 5. számú ugrás. Ő is 6 vágta ugrásra jön. Az a kérdés a 6 vágta után, hogy mennyire gyorsulnak fel a lovak, igaz, hogy ott a forduló, de a 2 kettes ugrás egymás után esetleg megfoghatja őket. Addig hibátlan. 5 vágta ugrás. És egy szép nulla. 1 hiba pont az időért, 67,4 másodperc, összesen 17 a döntőben. A 7. érkező lovas annak idején volt helyezett a Hortobágyi nagydíjban. A Csentó hatalom származású aktus nyergében Kotrocó Róbert Kentaur lovas egylet 8 hiba ponttal kezdik meg a döntőt. Volt helyezett a Hortobágyi nagydíjban méghozzá Teri nyergében Kotrocó Róbert, nagyon tehetséges, nagyon ügyes lovas, és amikor van olyan lova, amely meg tudja ugrani az adott magasságot, akkor igazán eredményes is. Csentó az apja ennek a lónak, egy magyar tenyésztési Csentó ivadék, Otto Becker lova volt, világkupa döntőt is nyert, nem csak olimpiát csapatban és Európa bajnokságot csapatban, és Áhenész plusz Medoz nagydíjat Csentó, és jó mén, sok csikója versenyez nagydíj szinten. Hatalom, amely pedig díjló volt, Komjáti György lovagolta, az az anyai nagyapa. Szűk a 4 vágta ugrás ennek a lónak. Nagyszerű. És ott egy ellenszegülés, elment a jobb vállán a ló, és ez 4 hiba pontba kerül, plusz még az időbüntetés is valószínűleg hozzájön. Ez igazi balszerencse. 8 hiba pontnál
egy felnőtt döntőben úgy, hogy hibátlannal érkezett. Nyilván ezután agresszívebben lovagolta meg azt a meredeket, le is ütötte a ló. És 11 hiba pont a vége. Nyolcadikként jön a többszörös korosztályos magyar bajnok. Tavaly a fiatal lovas Európa-bajnokságon az utolsó napon a Vigasz díjat nyerte Buruc Borbála. A Drosseklán 2 São Paulo származású Pej Kancával, Mamma Mia-val. A ló annak idején nyerte az egyik fiatal ló döntőt itt a fedett pályás szezonban. Most 8 hiba ponttal kezdik el a finálét. Mamma Mia, 99-es születésű ló. Szuhai Istálló lova volt és nyert annak idején fedett pályás döntőt fiatal lovak kategóriájában. A mezőny egyik legmegbízhatóbb lova Mamma Mia, és Buruc Borbála pedig tényleg nagyon jól megy vele. Az öccse Buruc Barna, akit látni fogunk majd, egyéni ezüstérmes volt a gyermek Európa bajnokságon ezzel a lóval. Tehát Mamma Mia megtette a magyar díjugrató sportért, amit megtehetett. 8 hiba pont. Van jó néhány hibátlan, de ezzel sem áll rosszul a lovas. Ha figyelték a fiatal lovas döntőt, ugye láttuk, hogy pillanatról pillanatra változik a kép. 8 vágtaugrásra jött, a hiba nem volt. Van viszont a 8-as A elemén. Picit megindult a ló a 4 vágtaugrásban, Bora nagyon szépen rátartott az utolsó vágtaugrásnál, a ló pedig ott hagyta a hátulját, figyelve már az utána következő meredeket. 4 hiba pont. 6 hibátlanunk van egyébként, 6 olyan lovas, aki hibátlannal várja a finálét. Most egy 6 hiba pontos páros következik. Alcatraz az apja, Campione az anyai nagyapja Aladdinnak. Ifjabb Gombos László lovagolja, ifjabb Gombos László csapat ezüstérmes tavaly a magyar bajnokságon. Nyíregyházi Főiskolai Sportegyesület az egyesület, és még egyszer mondom, 6 hiba ponttal kezdik meg a döntőt. Kis István lova Aladdin, és Dr. Sós István a ló tenyésztője. Alcatraz egy holsteini import mén, amely itt állt Hortobágyon az apa, és az a Campione, a szürke Campione az anyai nagyapa, amelynek nagyon kevés csikója született Magyarországon, igazán kár. Egy akkor divatosabb ménnel volt itt együtt Campione, amely egy kicsi ló volt, és nem kapott, hát ezt nehéz megmondani, hogy miért, de nem kapott annyi lehetőséget innen. Emlékeim szerint Olaszországba került, ami csikó született utána, az szinte mind jó volt. A Papp László sportarénában a világkupán ment nagyon jól. A legnehezebb számokban Gombos László ez az Aladdinnal, és valószínű, hogy a lóra a 2014-es szezonban már nemzetek díja bevetés is vár. Itt most a 6-os számugráson 4 hiba pont. 10-zel áll most. Nagyon-nagyon jól lovagolta a két kombinációt. Picit úgy tűnik, mintha a lovasok a 9-es számú meredek után hajszálnyival később indulnának el, de eddig még ott az okszeren hiba nem történt. 10 hiba pont ez összesen. Tizedikként a Carpaccio Lancer 2 származású Cantona Ernyergében a kiskunhalasi nagydíj helyezettje, a Grand Prix helyezettje Hegedűs Kristóf Castilia Kft. 5 hiba ponttal kezdi meg a döntőt. Hegedűs Kristóf nagyon érdekes figurája a díjugrató sportnak. Szinte minden lóval elmegy nagy pályán, és tavaly különösen jól ment a kiskunhalas Grand Prix versenyben. Carpaccio apaságú ló. Carpaccio most itt van Hortobágyon fedezőménként, és elég sok csikója fog születni a Carettino apaságú Carpaccionak. Belül fordul a kettes számú kőfalhoz, ott elég hosszú az út egyébként az egyes és a kettes között.
4 hibapont sajnos a kettes ugrás második elemén. A triple báron jó ívet ugranak a lovak, utána pedig a meredek ugrás. Biztos vagyok benne, hogy nem ez az egyetlen ló a mezőnyben, amelyet megtréfál ez a kettes ugrás. Azt se felejtjük el, hogy a döntő pályája természetesen a legnehezebb 3 nap alatt, és bár volt pihenő nap, azért egy kicsit fáradtabbak a lovak. 12 hiba pont talál. Nagyon jó vágtája van a lónak. Picit szűk a 6 vágta, de nincs hiba. Ó, dehogy nem. Leesett Kristóf az utolsó akadály után. És utána pedig Cantona még egyszer megugorja a triple bárt. És jön a következő induló. Fejér megye színeiben csapat bajnok, csapat magyar bajnok. A Le Coucou Kemal 36 származású latino nyergében. Rachel Martin, Vajtai Elite Lovasklub Sportegyesület. 4 hiba ponttal kezdi meg a döntőt. Rachel Martint is láttuk jó néhány fiatal lóval. Szinte mindig eredményesen megy, és egészen a kezdetektől ő képezte ki, építette föl ezt a lovat. A Lars Nieberg által lovagolt Le Coucou egy Landa del Maine az apja, és a nagyszerű Kemal 36, amely a 92-es olimpián ugrott Götler Vilmossal, az az anyai nagyapja ennek a lónak. 4 hiba pont, az esélyesek közé tartozik ezzel az eredménnyel, bár vannak azért jó néhányan 4 hiba pont, és még egyszer mondom, 6 hibátlan összesen. Kemára emlékeztet, Kemal 36-ra emlékeztet az ugrásával aló. Bár az szürke volt. Ön a kettes ugrás. Jó. Hiba az első elemen. A második kettes ugrás első elemét is leüti. 8 hiba pont eddig. És 8 a vége. 12-ként jön az a lovas, aki 3 különböző lóval tudott egyéni aranyérmet nyerni a felnőtt magyar bajnokságon. Most a 2013-as bajnoklovat lovagolja Jaguar Mail Everest származású Pej Kancával, PM Jumping Ladyvel, Horváth Balázs Ervent Lovasklub 4 hiba pontot hoz a döntőbe. A Horváth Balázs, a magyar bajnok, és PM Jumping Lady Pataki Mihály tenyésztette ezt a pejkancát, Jaguar Mail az apja, amely nyerte a Science of the World döntőt, és döntős volt a hongkongi olimpián, illetve a pekingi olimpián, amelynek a lovas számai Hongkongban rendezték. Rendkívül jó természetű és nagyon gondosan kiképzett és felépített és menedzselt kanca. Balázsra ez egyébként jellemző. Hosszú évekig versenyeznek a lovai, és mindig a maximumot hozza ki az adott lovakból. Négy hiba pont az első elemen, a hetes A elemén. A pici lónak nagyszerű vágtája van, rengeteg telivér van benne, Jaguar Mail majdnem tiszta telivér, 75%, most itt 4 hiba pont, összesen 8. 4 hiba pont az egy akadály veréséért, 59-53 az idő, összesen 8-al zárja a páros a döntőt. A 13-ként érkező lovas, fiatal lovas, Európa bajnok volt a brit válogatott tagjaként. Egyéni ezüstérmes. Hazánkat képviselte díjugrató Európa bajnokságon és világbajnokságon. A Cassini egy Locato származású Agropoint Cassilok nyergében, James Wingrave, Agropoint Lovasklub. 4 hiba ponttal kezdenek. James Wingrave és Gáspár Gyula lova
nagyon drágán vásárolták annak idején a holsteini körungról ezt a lovat. Sok ivadéka született Magyarországon Agropoint Cassiloknak, Cassini egy fiának. Megszólalásig hasonlít egyébként az apjára, Cassini egyre. És aztán ivartalanították a ment. Nem könnyen menedzselhető ló abból a szempontból, hogy a képességével, technikájával, lovagoltságával nincs baj, de mégis nehéz még egyelőre folyamatos, konstans, jó teljesítményt kihozni ebből a szürkeménből. Illetve heréltből most már. Picit hozzáér ahhoz az Oxerhez. 4 hibaponttal kezdték meg ők is a döntőpályáját. 7 vágtaugrás. Mindig nagy élmény nézni James Wingrave-et, ahogy lovagol. Szenzációsan jó érzékű, nagyon képzett lovas, nagyon elegánsan lovagol. Nagyon jól képzettek a lovai. Michael Bullman a korábbi szövetségi kapitány, angol szövetségi kapitány és magyar szövetségi kapitány hozta őt Magyarországra Túri József halála után 2003-ban. Hibátlan. 65-29, 4 hibaponttal zárta a páros a döntőt. 14-ként jön az a lovas, aki 2 éve megnyerte ezt a döntőt. A Just Boy Shamaran származású, 98-ban született Pejkanca, Karina nyergében. Cékus Zoltán, Morris Lovasport Egyesület, 4 hibaponttal kezdik meg a döntőt. Cékus Zoltán 2 éve nyerte ezt a döntőt, Karina. Pietra Nyámti CSI nagy díj győztes, felnőtt bajnok csapatban ezzel a nagyszerű kancával. Zajzon András egyébként a lóki képzője. Fiatal lóként ő lovagolta a Pejkancát. Magasan telivérzett ló, Shamaran telivér az anyai nagyapja és a jó Just Boy az apja Karinának. 2 ugrás. 4 vágta. Csupa szívló. Kedves közönségünk, nézzenek a kivetítőre. 1998-ban született ez a Pejkanca Karina. Bognár István tenyésztette Kiskunhalason, Cékus János a kanca tulajdonosa. Karina több hazai A3-as versenyszám győztese, számos nemzetközi CSI-CSIO verseny helyezettje. 2008-ban a Pietra Nyámti CSI 150 cm-re kért nagydíjának győztese, a Lipicai CSI nagydíj 5. helyezettje. A Szófiai Nemzetek díja 3. helyezett magyar csapat tagja, a felnőtt magyar díjugrató bajnokság győztese csapatban, és 2012-ben a fedett fájás felnőtt döntő győztese. Karina itt most befejezi a pályafutását, és az MSLT elit kancájaként folytatja nyugdíjas életét. Köszönjük, Karina! Gratulálunk! Dr. Jármi Miklós, az MSLT elnöke, a Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesületének elnöke ad át egy emlékplakettet Cékus Zoltánnak. Gratulál Szotyori Nagy Kristóf, a diugrató szakág elnöke. A döntő pedig folytatódik. És jön egy olyan lovas, aki az első fedett pályás felnőtt döntőt nyerte. Krucsó Szabolcs, Georgis Valentinnel a 6 éves kategória győztese. Wiener Neustadtban nagyon jó hétvégéje volt pár héttel ezelőtt.
több versenyszámot is nyert. Itt volt a hétvégén egyébként Budapesten a testvére, az öccse, Krucsó Balázs, aki Európa-bajnokságokon és nemzetek díja versenyeken képviselte hazánkat több alkalommal is, ő Németországban él. Kozmosz, Gáspár Gyula ménye, annak idején körungolták a lovat Németországban, születtek ivadékai Magyarországon, és ugyanúgy, mint Agropoint Kaszilok, szintén ivartalanítva heréltként folytatja a pályafutását. Pech az első ugráson, csúnyán leütötte az első okszert. Ötös számú meredek, aztán jön a hatos számú okszer, hétvágtaugrás. Igazán bosszus lehet Szabolcs, hogyha ez lesz az egyetlen verőhibája. És pont az első ugráson, pedig ez így lesz. Következő lovas lovagolta a 6 éves kategória második helyezettjét. Most a Castor Bilbao származású Carlo nyergében látjuk Helyből Ágnest, Izsáki Sárfehérese az egyesület, és 4 hibaponttal kezdik meg a döntőt az utolsó olyan páros, akik 4 hibaponttal jönnek. Helyből Ágnes. A jó telivér Bilbao, a hármas korona nyerő Bilbao Imperial fia, az anyai nagyapja. Sok jól ugró ivadéka volt Bilbaon, a Gara például, Déva, Rebeka, és a holsteini Castor. Ez pedig az apa. Nagyon-nagyon szép stílusban lovagol, olyan puhán, finoman lovagol Helyből Ágnes, rendkívül képzett lovas, és ugye cistálónak lovagol fiatal lovakat, ugye láthattuk a 6 éves döntőben tegnap, második helyezett lett a fantasztikus Sirokkóval. Éves Ló Kárló. Négy hibapont, egy picit eljött az ideális vonalról, ívről a ló, a hatos számú akadály előtt korrigálnia kellett a lovasnak. Ott a verőhiba, aztán leesik még a első kettes ugrás első eleme, a második kettes ugrás első eleme is. Picit fölgyorsul Kárló. Simán odaér, itt látszik a telivér az öt vágta ugrásban, és lejön még az utolsó meredek is. 16 hibapont, összesen 20 a döntőben, 62,5 másodperc alatt. Carlo és Helyből Ágnes. 17-ként jön a Cassini, egy contender származású Kessinger. A nyerekben a 2013-as Pábolnak Grand Prix győztese. Szuhai Gyula, Gyula van Miskolc. Az első olyan páros, akik hibapont nélkül kezdik meg a 2014-es fedett pályás döntőt. Szuhai Gyula, ő is helyezett volt fiatal lovakkal a tegnapi napon. Ez a Kassinger egy ifi lovastól került vissza a Szuhai istálóba. Cassini egy apaságoló, egy igazán nagy képességű ló. Dr. Oklunddal nyerte tavaly a bábolnai nagy díjat Szuhai Gyula. 14 éves volt, amikor a bronzérmet nyert a felnőtt magyar bajnokságon. Hétvágta ugrás híven. Picit egy hajszányit kisodródott külső ívre, és még plusz 6 vágtaugrást is választott. Szűk volt a 4 vágtaugrás, de eddig hibátlan, így jön az utolsó vonalra. 5 vágta.
utána 6. Ó, 5-öt választott, és szerencse. Hibátlan, 65,3 század másodperc alatt az első olyan lovas, aki a 2014-es döntőt hibapont nélkül fejezi be, Szuhay Gyula Kessingerrel. 18-ként jön a 2011-es felnőtt magyar bajnok, ő is nyert fedett pályás döntőt. A Crawford Kártágó származású 2006-ban született sárga kanca Katara nyergében Técsi Attila, nyíregyházi főiskolai ese. Nagyon jól ment a téli fedett pályás világkupán, az arénában ez a Katara. Tavaly szintén szenzációsan szerepelt a fiatal lovak világbajnokságán. A 7 éves, a legnehezebb kategóriában ez a sárga kanca. Miles Esterrel eredményese volt 5 évesen az országos bajnokságon, az amatőr kategóriában. Katara. Crawford, egy Corrado mén az apja, a Lévic ménes a tenyésztő, Paul Sokemlőle a tenyésztője ennek a lónak. Hét vágta, egy picit későn kezdte el fölvenni, és közel ment aló a hatos számú Oxerhez, 4 hibapont. Leesik a 8-as számú összetett ugrás első eleme. Hatra jön. Itt is. 8 hibapont. Jön a 19. induló. Az elődöntő második helyezettje, a szuper döntő győztese, a Fergermail Cortus származású pejkanca PM Fortuna nyergében. Marton András, Ervent Lovas Klub. Marton András évek óta eredményes az Ervent színeiben. Ezzel a kancával megnyerte a mezőhegyesi szuper döntőt, ahogy ezt hallhatták. Érdekes, hogy ennek a kancának az anyja, Cortina, ugrott itt a fedett pályás döntőn a fiatal lovas kategóriában Matyi Biancával. Fergermail, az apa Mexikóba került Franciaországból, Chapultepec La Silla néven. Egy eredményes mén, a Telibér Laudánó fia. Erik Nabéval nyerte a fiatal lovak bajnokságát Franciaországban annak idején. Fergermail. Szuhay Gyula az egyedüli hibátlan eddig. Nyolc hiba pont eddig. Marton András és PM Fortuna. Nyolc hibapont, 61-58. A Colonado Just Boy származású Konrád nyergében zajzolandás következik Wiener Neustadtban röviddel ezelőtt a Silver Tour második helyezettje. Ő is hibapont nélkül kezdi meg a döntőt. Ha jól emlékszem, akkor utánpótlás kategóriában nyert döntőt ezzel a lóval zajzolandás, de a tenyész versenyen is sikeres volt. Ugye az imént látott és elbúcsúztatott Karina, szintén általa kiképzett ló. De Kronosz is, Karina teljes testvére, amelyet most már szintén Cékus Zoltán lovagol, ő is Zajzon Andrással versenyzett és kezdett annak idején. Colonado az apja ennek a lónak, Janik Attila egykori lova. Contendermén 2009-ben volt magyar bajnok. Nagyon óvatos, nagyon precíz ló.
4 hiba pont. Négy hiba pont, 62-43. Négy hiba ponttal eddig Cékus Zoltán, Zajzon András, James Wingrave és egyetlen hibátlan. És jön Buruc Barna. Tizenkilencedikén a Caretino Just Boy származású sötét pejmén Sir Winston C. nyergében. A középdöntő győztese, a korosztályos CSIO nagy D első helyezettje, Buruc Barna, Victory Sport Egyesület. Castilia Kft. A tenyésztő és a tulajdonosa ennek a lónak, amely Fazekas Istvánnal kezdett versenyezni, Sir Winston C. Buruc Barna, Stelzer Viktor tanítványa. Egy kiemelkedő, tehetségű lovas, és fantasztikusan szép stílusban lovagol. Tavaly az Európa-bajnokságon képviselte hazánkat ezzel a lóval. És hát jó lenne, ha látnánk egy szép összevetést. És ennek kicsi az esélye egyelőre. Itt egy ellenszegülés 4 hiba pontért. És aztán le is üti Sir Winston azt az ugrást. Egyáltalán nem számíthatott a lovas arra, hogy annál az Oxernél ellenszegül Sir Winston nem is először ugorja azt az akadályt, persze. Az elhelyezése lehetett furcsa, az ugrás elhelyezése a ló számára. 10 hiba pont összesen. Többszörös magyar bajnok, nemzetek díja győztes a magyar válogatottal. 1991-ben világkupa döntőt lovagolt az Egyesült Államokban. A Der Kleine Lord Kringo származású rádiház a Bohókás nyergében. Rezgő Zoltán, Tíva Sport Lovasklub. Rezgő Zoltán, rádiház a Bohókás, a Kleine Lord apaságuló. Rezgő Zoltán hát nem csak egy nagyon szép stílusban versenyző lovas, de évtizedek óta az egyik emblematikus alakja a magyar díjugrató sportnak. Különböző lovakkal, különböző típusú lovakkal volt nemzetek díja szintig eredményes, és lovagolt világkupa döntőt. Összevetés a négy hiba pontosok között, a fedett pályás bajnok, a fedett pályás döntő győztese pedig Szuhai Gyula Kessingerrel, ez vált biztossá a négy hiba pontnál, és négyel fejezi be Rezgő Zoltán. Négy hiba pont, 63-63. A négy hiba pontosok között most összevetés következik, és kérünk egy tapsot a fedett pályás döntő győztesének, Szuhai Gyulának és Kessingernek. Összevetés ugrásai 2, 3A, 5, 6, 7AB, 8B és a 10-es. Az összevetés első párosa James Wingrave és Agropoint Kasilok. J.
James Fingrave, az első összevető Agropoint Kaszilokkal. Nincs hiba az első két ugráson. A harmadikhoz egy picit hozzáért. Hatos számú Oxer. Utána jön az összetett. Jól ugrik Malu. Egy akadály van hátra. Érdemes lesz az időt figyelni. 4 hiba pont, 41-36 James Wingrave és Agropoint Kaszilok. Céku Zoltán Karinával. Karina, akinek ez a legeslegutolsó pályája, ugye az élet úgy hozta, hogy az ezüstéremért ugorhat itt a pejkanca. Elég gyors ló. Ugye Agropoint Kaszilok nagyon jól ugrott, nagyon precízen lobagolt a James Fingrave. A 8-as és a 10-es számú akadály között elég hosszú az út, és ebből ugrott egy laposabb a taló, és a hátuljával hibázott az Oxeren. Triple bar. Egy hiba pont. Összetett ugrás. Jön a 10-es számú Oxer. Gyorsabb, mint James Wingrave és Agropoint Kaszilok. 41-36 volt az idejük. És hiba még az utolsó ugrás. 8-38-36. 8 hiba pont. 38-36. Most James Wingrave az élem. Rezgő Zoltán és Rádiháza Bohókás. Rezgő Zoltán ezzel a Kleine Lord Csikóval, Rádiháza Bohókással. Nincs még hibátlan az összevetésben. James Wingrave vezet most az ezüstért 41-36-tal és 4 hiba ponttal. Ez is gyorsló a kérdés az, hogy a magasabb iramból hibázik-e. Bár az is elképzelhető, hogy feleslegesen nem fog Rezgő Zoltán kockáztatni. Meredek ugrás. Nézzük, hogy hány vágtát lovagol majd utána. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vágta ugrás. Jön a 2-es ugrás. Utána 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hibátlannal jön az utolsó Oxerre Rezgő Zoltán Rádiháza Bohókással. Ha megugorja hibátlanul, ő vezet az ezüstért, így van. 45-88, most Rezgő Zoltán vezet az összevetésben. Egy lovas van hátra. Zajzon András és Konrád. 45-88 és hibátlan a vezetőidő. Ez is gyors, az ember ki se nézné Konrádból, hogy milyen gyorsan tud menni. Silver Tour második helyezettje, a döntő Silver döntő második helyezettje Ébrejsdorfban. 2 héttel ezelőtt Zajzon András ezzel a lóval. Hosszú lapos vágtája van. 4 hiba pont. Rezgő Zoltán az ezüstérmes. Bronzért lovagol Zajzon András, a bronzérmes helyen most James Wingrave és Agropoint Kaszilok. 41-36 a harmadik helyért a vezetőidő, jön az utolsó Oxer. Jó lehet. 41-27.
Zajzon András a harmadik. Szuhai Gyula tehát a győztes a fedett pályás döntőben, Rezgő Zoltán a második, Rádiháza Bohókással, Zajzon András a harmadik, Konráddal. Jön az eredményhirdetés. Pályás döntő. Fedett pályás döntő 2014, a felnőtt döntő eredmény hirdetése következik. Egyetlen lovas maradt hibapont nélkül a három nap során. Egyetlen lovas lova nem ütött egyet sem. Így ő az első helyezett, és a 2014-es fedett pályás döntő aranyérmese. A Cassini egy contender származású, 2006-ban született Kessinger nyergében. Szuhai Gyula, Gyula Farm, Miskolc. A felnőtt lovas döntő pénzdíja 1 millió forint, amelyet a díjugrató szakák biztosít a döntőre. A lovasnak gratulált Lázár Vilmos úr, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke, és Szotyari Nagy Kristóf úr, a díjugrató szakág elnöke. Az első helyezett lovas jutalma Ernst József most megjelent könyve 100 év a magyar lovassport történetéből. Unalmas óráiban Szuhai Gyula biztosan forgatni fogja ezt a könyvet. És jön a második helyezett ezüstérmes a fedett pályás döntőn. A Der Kleine Lord apaságú Rádiháza Bohókás nyergében. Rezgő Zoltán, Tíva Sport Lovasklub. Harmadik hely és bronzérem. A Colonado Jazz Boys származású 2005-ben született Konrád nyergében. Zajzon András, Algyői Sportkör. Negyedik hely. A Cassini egy javaságú szürke Agropoint Cassilock és James Wingrave Agropoint Lovasklub. Ötödik lett a Just Boy apaságú fejkanca Karina nyergében Cékus Zoltán Morris Lovasport Egyesület. Hatodik hely. A Jaguar Mail apaságú pejkanca PM Jumping Lady nyergében. Horváth Balázs, Ervent Lovasklub. A
A hetedik helyen a Cassini 2 apaságú Agropoint Cosmos nyergében Krucsó Szabolcs, Mezőhegyesi Ménes. És a nyolcadik helyen a Fergármely lapasságú Pejkanca, PM Fortuna. Marton Andrással, Ervent Lovas Klub. Kedves közönségünk, kedves nézőink, ez volt 2014-ben a felnőtt fedett pályás döntő. Gratulálunk az aranyérmesnek, Szuhai Gyulának és a helyezett lovasoknak. A tiszteletkör következik. Szuhai Gyula, Rezgő Zoltán, Zajzon András, James Wingrave, Cékus Zoltán, Horváth Balázs, Krucsó Szabolcs és Marton András. Itt vagyunk a Nemzeti Lovardában, ahol az imént ért véget a felnőtt fedeles bajnokság döntője, és a győztessel Szuhai Gyulával beszélgetünk. Hogy érzed magad néhány perccel a győzelem után? Most már egy kicsit jobb még a közvetlen a verseny után, még főleg az, hogy volt utánam 4 induló, és neki kellett ütni egyet, hogy megnyerjem a versenyt, és az volt izgalmasabb. Azért gondoltad, hogy megnyered, számítottál egyébként? Igazándiból nem, mert egy friss újabb lóval vagyok, hogy nem olyan rég lovagolok 2 hete. Kaposváron mentem vele először, most ez a második versenyünk, és a jobbik lovam, rutinosabbik lovam, az tegnap ütött egyet. Vele kevesebb hibaponton volt, 0 hibapont, a másikkal 4 hibaponttal indultam volna, ezzel voltam esélyesebb. Itt a közvetítésben Szebényi Dani említette, hogy volt néhány ugrás, ami egy kicsit necces volt. Te mit gondolsz erről? Amint előbb is beszéltem, hogy nem olyan rég lovagolom ezt a lovat, még lovagolatlan nem szoktunk annyira össze, és itt elég technikás pályákat csinált Karádi Laci barátom, és emiatt volt nehéz helyzet. Egyik szűkebb távolságú, bővebb is, a nagy vágtája miatt, meg lovagolatlansága miatt nekem ezeket nehéz volt korrigálni. De a ló képessége segített nekem ebbe, hogy ne legyen probléma. Még az egyéb versenyszámokban is rengeteg lóval indultál, mesélj ezekről néhány szóban, foglald össze, légy szíves az itteni teljesítményedet a hétvégén. Indultam 3-5 éves lóval, Kalasnyikov 3. lett, Beluga is jól ment végig hibátlant, most a döntőbe összevetésbe az utolsót ütötte, és Ciao Bella egyet ütött a lappáján a 3. nap a döntőbe. Ezek nagyon ígéretes lóim, bennük bízok, hogy a jövőbe ők lesznek az utánpótlás. Beszélj egy kicsit, légy szíves, a felkészülésedről, hogy hol készülsz ezekkel a lovakkal, és mennyit gyakorolsz egy nap, egy héten? Otthon Miskolc mellett 10 kilométerre, naponta 8-10 órát dolgozunk, 200 ló van a telepen, abból 80 ló dolgozik intenzíven, nagy üzembe. Minden ló eladó nálunk. Ez egy kereskedő istálló, fő tevékenység, hogy menjen az adásvétel, meg hogy Magyarországon, meg Kelet-Európában kiszolgáljunk minden vevő körünket. Akkor most ezzel bezárult a fedeles szezon, jön a kinti. Mik a terveid erre az esztendőre? Most lesz 3 hétvégén egymás után Ebreisdorfba. Oda szeretnénk kimenni, ott van mindenféle kategória, fiatal lovaktól, felnőtt kategória, nagy díjak, és oda szeretnénk menni több lóval, ott felkészülni szezon elején a elkövetkezendő többi versenyre. Az egy elég jó felkészítő verseny, ott jó talaj, jó körülmény. Te a nemzetközi szereplést részesíted előnyben az itthonival szemben? Én szeretek itthon versenyezni, az itthoni közönség előtt, de nemzetközi versenyeken több tapasztalatot lehet szerezni, mint itthon. Szűk volt a 4 vágtaugrás, de eddig hibátlan, így jön az utolsó vonalra. 5 vágta, utána 6. 5-5 választott, és szerencse.
Hibátlan 65,3 század másodperc alatt az első olyan lovas, aki a 2014-es döntőt hibapont nélkül fejezi be. Szuhay Gyula Kessingerrel.